A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom, egy csészényi kedvesség, egy csepnyi szenvedély, és egy jó beszélgetés Paul Lillával. Újságíró, műsorvezető, producer és mindemellett a pszichológiai tanulmányok doktora. Habár rendezőnek tanult, pályakezdőként pszichodráma csoportokat vezetett. 1991-től az egykori Magyar Televízió riportere, műsorvezetője volt, majd 4 évig az alelnöki székben ült. Kevesen tudják, hogy ő a kislánya zongoránál édesapja Szenes Iván egyik legismertebb nótájában. A mai Lillás reggeli vendége Szenes Andrea. Kislány a zongoránál, fehérebb az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Egyébként hiú vagy? Most azt mondtad, hogy a szépség ebbe a korba már nem számít, vagy számít? Azért hiú vagyok, de az elején, amikor elkezdtem a talk show-imat, amikor az első Szenes Andrea show volt, akkor egy egész délutánt foglalkoztam vele, hogy piros zakó, miniszoknya, hosszú nadrág, hogy öltözködjek. Persze sikerült úgy öltözködni, hogy mindenről írtak utána, csak a műsorról, nem? A szoknyámról, a nyakláncomról, meg mindenről. De valahogy mostanában gyors vagyok, tehát mostanában nem szoktam azzal szórakozni különösképpen, hogy öltözködjek, vagy mit vegyek föl. Tehát nem annyira lényeges szempont. Tehát akkor a tartalom, az a külcsin elé került az életedbe? Szerintem nem is a tartalom, hanem a külcsin, hanem hogy kevésbé érdekel valahogy most, hogy mások mit gondolnak rólam. Tehát amikor elkezdtem dolgozni, akár pszichológusként, vagy akár tévésként, akkor ugye a 20-as éveimben, vagy még a 30-as éveim elején nagyon-nagyon meg akartam felelni az elvárásoknak. Tehát úgy akartam viselkedni, hogy az tetszen mindenkinek, és valahogy egy jó ideje már úgy azt csinálom, ami úgy eszembe jut, tehát amiről azt gondolom, hogy ez most így a helyén van. Tehát nem ennyire szempont ez. Egy hihetetlen könnyű és egy hihetetlen nehéz helyzetbe éled az életedet. Én szerintem most készültem a beszélgetésre, hogy egy picit úgy próbáltam belegondolni magam a helyzetedbe, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes világ a tiéd, mert olyan családba születtél, amiben csoda lehetett fölnőni, csoda emberek között. Közben nagyon nehéz lehetett, mert a sok művész között nem tudom, hogy mennyi szelet jutott a szülőkből, a nagyszülőkből neked. Mennyire kellett magadat előtérbe helyezni a többiekkel szemben. Volt benned ilyen? Aztán majd a másik részét elkezdjük kifejteni. Én egy csodálatos családba születtem bele. Ugye művész család, ugye apukám Szenes Iván író, anyukám pedig Kornay Marian színésznő. Tehát mind a ketten a saját maguk szakmájában nagyon, nagyon jók voltak, de való igaz, amit mondasz, hogy ők élték a saját életüket, és engem az apukámnak az anyukája, a nagymamám nevelt fel igazándiból, meg az utca. Tehát ennek volt egy nagyon előnyös része is, meg volt egy olyan része, hogy szabadon éltem, tehát szabadon nőttem fel. A nagymama az sokkal engedékenyebb volt ezek szerint, hát vagy pedig nagymama, egy nagymama? Egy nagymama az egy nagymama volt, tehát ő mellett én azt csináltam, amit akartam. Tehát ezt hozzá is szoktam egy életem át általában, hogy azt csinálom, amit akarok, ezt a szokásomat meg is tartottam. De ugyanakkor, akkor nem éltem át, de most visszagondolva, hogy ugye világot cserélt az Iván, most én is történelem lettem azzal, hogy ott voltam 6 éves gyerekként, amikor született a kislány a zongoránál, és kicsit én is lettem, vagy a kicsit szomorkás a hangulatom máma, annak az a sora, hogy úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerekkinek elvették a játékát. Az én voltam, mert apukám éppen egy kórházból jött akkor haza, és vett nekem egy papírtrombitát, hogy ellensúlyozok azokat a napokat, amiket nem velem töltött. Odaadta a papírtrombitát, de hát neki dolgozni kellett. Megjött Nádas Gábor, és ugye meg kellett írni az Imádok férhez menni színdarabot. De hát akármit is csináltak, hogy Andrea, menj ide, Andrea, menj onnan, menj ki, menj el a zongora mellő. Én fújtam a trombitámat, és hát ugye hogy jár ilyenkor, az ember elvették a trombitámat, és akkor rám néztek, és megírták, hogy kicsit szomorkás a hangulatom máma. Tehát egy kicsit történelem lettem már én ezzel, hogy ott voltam az Ivánnak a szobájában, amikor születtek a slágerek, és kicsit az a ház is, ahol lakom, egy történelmi helyi múzeum lett ezzel, hogy ott született a legtöbb magyar sláger a Rezsőtéren. Egyébként ez egy hihetetlen, hogy ilyen családba, ilyen emberek között nevelődni, és igen, fölhívni magadra a figyelmet. Próbáltad fölhívni magadra a figyelmet?
Én az elején mindent akartam csinálni, csak ezt nem. Az az igazság, mert hogy nekem ez azt jelentette, hogy anyukám színházban van este, az Iván meg egész éjszaka dolgozik a mellettem levő szobába, és nekem másnap reggel iskolába kellett mennem, tehát nekem aludni kellett volna. Tehát bevallom, jól éreztem magam, hogy én előbb voltam színházban, mint más gyerek a játszótéren, de ezzel együtt én mást akartam, ezért is elmentem filozófia angol szakra, és ugye pszichológus lettem, méghozzá elég jó, írtam egy könyvet, ami ma is tankönyv az egyetemen, doktoráltam belőle, tehát nagyon mást akartam, csak valahogy a televízió kapcsán mégiscsak visszakanyarodtam ehhez, és ami különlegesen érdekes, és apám halála után most én lettem ő is. Aha. Tehát most aztán ezt csinálom. Mert egészen addig, amíg ő élt, amikor ültem a televíziós vágószobában, és zenei rész volt, akkor tudtam, hogy kimehetek telefonálni. Tehát azokat mindig ő csinálta. Tehát én sosem foglalkoztam ezzel, és most ezt is én csinálom. Tehát valahogy, vagy a sorsát az ember úgy nem kerülheti ki. De ami még különösen érdekes, és a családomról kérdeztél, és el akarom mondani, mert én is most jöttem rá, hogy az Iván apukája, akit már én sem ismertem sajnos, de őt is csak 11 éves koráig nevelte, hisz meghalt, Szenes Andor, az ő 30-as éveknek volt az egyik legnépszerűbb dalköltője, nevéhez fűződnek olyan dalok, mint például a Ma önről álmodtam meg én, vagy az Ott fogsz majd sírni, és hogy hát ő is ennek a családnak a saját, és én ő után, ő Szenes Andor, és én a Szenes Andrea nevet ő utána kaptam. És igazából, hogy őt nem ismertem, és most már mind a ketten halottak, most jövök rá, hogy ő mennyire közel áll hozzám. Hogy apukám mindig mondta, hogy az ő apja mennyivel tehetségesebb volt. Én is azt mondom, hogy az én apám mennyivel tehetségesebb, de egyébként azért nyomjuk mind a igen, ketten. Ez a név kötelez, ez egy nagyon-nagyon nagy teher lehet. Lehet, hogy ezért választottad a pszichológiát egyébként? Én nem. Inkább amiatt, hogy nagyon komplikáltan éltünk. Ugye ott élt apukám anyukája, az én anyukám, aki egy nagyon határozott, kemény nő volt, és ugye apám, aki nagyon-nagyon munkacentrikus volt, de hát ő hagyta történni a dolgokat, ő utált dönteni. Ezért úgy minden helyzet úgy nyitott volt, és akkor azt gondoltam, hogy valami más csináljunk. Inkább így a saját helyzetem keresése véget. Az engem sosem zavart, hogy a név kötelez. Tehát valahogy én mindig jól tanultam, nyertem matematika versenyt, tanulmányi versenyt, tehát valahogy úgy nem volt bennem egy ilyen, meg lány vagyok, ez a másik, és engem az apám úgy szeretett és úgy kényeztetett, mint soha senki más nem fog sosem. Tehát ebben az értelemben nekem nem volt egy nyomás ez. Apukát halálával teljesen megváltozott az életed. Hú, nagyon. Nem is számítottam rá. Nem. Arra nem számítottam, hogy egy másik ember, tehát hogy egy külön foglalkozás lesz. Tehát azt tudtam, hogy borzalmas lesz a válás, mert nagyon közel éltünk egymáshoz, és ugye az élet úgy hozta, hogy együtt is laktunk az utolsó 6 évében. Tehát egy nagyon különleges kapcsolat volt a miénk, de arra nem számítottam, hogy a halála után nekem kell vinni a jogdíjakat, a színdarabokat, tulajdonképpen a hagyományt. De hát mondjuk sok mindent is csináltunk, ugye kiadtunk 13 DVD-t, kiadtunk egy búcsú CD-t, ugye halála után bementem a stúdióba, és értem, egyik sikerének tekintem, hogy első zenei munkám rögtön platina lemez lett, meg elnyertem bele az Arany Mikrofon díjat, tehát az év szórakoztató albuma lett a Hosszú az a nap, Iván személyes búcsúja album, ami azért különleges, mert a TV felvételekből, hogy én nagyon sokat csináltam, műsorokat, mint amelyet most veled csinálunk, csak én ültem azon az oldalon. A mondatait összevágtam a dalokkal, és mindenki mondta, hogy hát ne, hogy leszel ezzel sikeres, hát senkit nem érdekel a szöveg, és ezért volt különösen boldogság számomra, hogy valahogy az a tehetségem nekem is megvan, ami neki megvolt a dalokban, hogy nagyon érzem, hogy mi kell a másik embernek. Ő is mindig azt mondta, hogy igazából az ő sikerének a titka pontosan az, hogy ő egy a 10 millió magyar közül, egy kicsit több verselési készséggel és zenei érzékkel megáldva. Hisz sláger csak a közönség tud csinálni, és tényleg a közönség, Magyarország népe tette slágerre az ő költészetét. Igen. De milyen furcsa, hogy a nagypapának is a költészetét, mert hát az ugyanúgy ott marad. És a nagypapa dalai, most jövök rá, hogy annyira közel állnak hozzám, tehát ott fogsz majd sírni, ahol senki se lát. Tehát ez valami fantasztikusan ér, vagy nem kell pénz a boldogsághoz, nem kell ahhoz semmi. Tehát annyira különleges órai voltak a nagypapának, amit úgy valahogy, mert az én apám, nekem ő volt, vagy az élete alatt erre nem is figyeltem annyira oda, mint utólag. Az örökséget gondolom, hogy szívesen viszed tovább. Hát és fantasztikus, hát annyit még hagyd mondjak a nagypapáról, aztán nem beszélek többet, csak róla soha életemben nem beszéltem, hogy például a Csillag születiket az ő dalával nyerték meg, a Művész himnusszal. Hát fantasztikus, hogy 70, több mint 70 éves dallal nyernek ma meg egy tehetségkutatót. Ezért is adtuk az énekesnek a Szenes Iván díjat ezért a teljesítményért, de valami fantasztikus, fantasztikus dolog ez. Tehát a családnak van egy, mint minden családnak van egy hagyománya. És a miénk az tényleg egy ilyen nagyon-nagyon különleges család, és egy nagyon magyar család. Tehát annyira a nyelv az ide kötött. Hát. És én is gondolkoztam, hogy most elmegyek más országba,
lakni, mert kaptam különböző munkaajánlatokat, de én is úgy voltam, hogy itt van az alseregem. Tehát, hogy valahogy aki ezzel foglalkozik, az ide köti. Hát, mint ahogy nagyon sok magyar színész megpróbálkozott külföldön, akik zseniális magyar színészek voltak, de pontosan ami miatt itt sikeresek tudtak lenni, amiatt nem tudtak kint boldogulni, a nyelv és az amitől ők magyarok voltak. Igen. Hát most egy költő, vagy két költőnek a lánya, hát szóval elég én nekem van amerikai pszichológus diplomám, tehát én simán tudtam volna, és kaptam is állást Amerikában, tehát én igazándiból... És akkor miért nem érezted kint jól magad? Vagy mi az, ami... Mert akkor még élt az Iván, tehát nem akartam, meg ugye egy szem gyermeke voltam, és nagyon, tehát a normálisnál, vagy az átlagnál sokkal szorosabb kapcsolatban éltünk egymással, ezért úgy gondoltam, hogy akkor visszajöttem. És jól döntöttem. Tehát, hogy jól döntöttem-e, vagy nem, sokszor bántam egy időben, de igazándiból azért ott egy más élet van, de végülis én ide tartozom. Tehát így lett ez. Hogy lettél tévés? Hát ez nagyon-nagyon különleges volt, hogy ugye én pszichológiából doktoráltam, és épp az orvosi egyetemen tanítottam, amikor láttam egy hirdetést, hogy tévérendezőt keresnek, és valamiért bekattant az agyam, hogy úgyis akartam filmrendező lenni, másoddiplomásokat keresnek, én pont pszichológiából doktoráltam akkor, tehát úgy mondtam, hogy na, akkor felvételizünk, és akkor felvettek, és akkor rájöttem az első pillanatban, hogy én nem szeretek a kamera másik oldalán ülni. Tehát amikor ott álltam mögötte, elárom, tök ciki volt, unatkoztam. Tehát így unatkoztam, és akkor valahogy Vitrai Tamás oda keveredett, hogy tanította az osztályt, és akkor nagyon nagy szerencsém volt, és utólag is nagyon nagy megtiszteltetés, és hálás is vagyok neki a mai napig, mert akkor volt az ő telefere talkshow-ja, és elhívott engem, hogy dolgozzak vele. És abban a pillanatban beleszerettem a talkshow-zásba, és akkor még nagyobb szerencsém volt, mert akkor rá egy másfél évre sikerült világsztárokat idehoznom, és akkor elindítottam az első magyar női talkshow-t, a Szenes Andrea show-t. Igen. Egyébként az elég nagy port vert fel, de pontosan azért, ugye, mert a nyelvi nehézségek neked nem jelentettek nehézséget. Igen, én úgy gondolom, hogy az nagyon nagy port vert fel. Tehát az, amit nagy dolgot tettél le. Én is úgy érzem, hogy nagyon nagy dolgot tettem le, és hogyha végigolvasom annyi kritikaért, szóval a szakmából főleg, amiért utólag is annyira mérges vagyok, mert annyival megelőztem a koromat. Igen. Tudod, ott voltam fiatalon, tudtam angolul, idehoztam a világsztárokat, nő voltam, tehát úgy éreztem, hogy ezt megcsináltam. És talán nem tűnt fel neked, de nekem volt legelőször Magyarországon kérdezőkártyám. Tudod, amit most már mindenki használ, hogy a műsor emblémája rá van rakva. És csináltam egy kérdezőkártyát, rajta volt egy Szenes Andrea show. És még a Vitrai Tamás is azt mondta, hogy lehetsz ilyen magamutogató, hogy csinálhatsz ilyet. És akkor ez lett a standard 3-4 év múlva. De vagy annyira picit úgy érzem magam, hogy nekem végig az a problémám volt, hogy mindig megelőztem a koromat valamivel. Ez többeknek van így egyébként, akik kicsit ilyen vizionális típusok, és akkor meg kell küzdened azzal, hogy mit szól a világ. Meg szerintem nőként... Hogyan sikerült ezeket a világsztárokat behoznod? Ki volt a segítséged? Az a legegyszerűbb, azt én magam megcsináltam. Jól tudtam angolul, rámentem az internetre, telefonálni kezdtem. Tehát az volt a legegyszerűbb. Sokkal nagyobb problémát okozott számomra Magyarországon elfogadtatni, lemenedzselni az adásidőket. Úgy gondolom, hogy Magyarországon, de talán a világon is sokkal nehezebb nőnek lenni. Tehát ezt én mondom már 20 éve. Tehát, hogyha én ordítok, akkor arra azt mondják, hogy hiszti. Ha egy férfi ordít, arra azt mondják, hogy erélyes. Hogy nézd meg nekem, imádom a Hillary Clintont. Tehát én úgy gondolom, hogy ő egy fantasztikus képességű nő, és hogyha ő férfi lett volna, biztos, hogy ő az elnök. És most is ő utazik a Közel-Keletre rendet teremteni. És én pont ott voltam, onnan jövök egyébként a háborúból, meg ott voltam New Yorkban is pont, amikor leomlottak a tornyok, és akkor is el oda ment a helyszíne. És attól, hogy ő nő, nem fogadják el annyira a teljesítményét. Tehát ez egy problémája a világnak, de azt gondolom, hogy ez mindig is így lesz. Abban az időszakban, amikor te elkezdted ezt az újfajta női talk show műfajt bevezetni, és ilyen embereket hoztál, ugye mondtad, hogy rengeteg kritikaért. Mi volt a legfájóbb a számodra? Ami teljesen igazságtalannak éreztél. Meg persze csak azt szokták bántani, aki sikeres. És olyanok bántják, akik sikertelenek valamiért. Volt egy nagyon-nagyon csúnya cikk, ezt elmesélem a történetet név nélkül. Volt az első show, és egy miniszoknyában voltam meg nagy mikrofonnal, de hát az ember, amikor fiatal, akkor ilyen. Nem volt abban semmi rossz. És megjelent egy cikk, ahol így az apukámat cikizték. És úgy néztem is, hogy ez nagyon csúnya. Ez a legcsúnyább volt, tehát a többi az engem bánthatott, hogy én jól kérdezek, pszichológus vagyok, tényleg jól kérdezek, abba soha senki nem tudott belekötni, mert kevesen tudnak úgy kérdezni, ahogy én. Ugye abban lehetett, hogy most akkor milyen a szoknya, meg ilyesmivel, és volt ez a nagyon-nagyon csúnya cikk, az egyik, akkor voltak ilyen pletykalapok, abban jelent meg. És akkor képzeld el, hogy utólag egy pár hónap múlva kiderült, hogy az egyik riválisom diktálta
ezt a cikket. Igen. És meg is van mai napig ez a kazetta, amin ő lediktált ezt a nagyon-nagyon undorító cikket. És akkor, vagy akkor volt bennem egy törés, hogy hopsz, akkor ez így tud működni, hogy akkor valaki kitalálja. Diktálnak egy cikket, és valahogy azóta soha nem zavar, ha bármi rosszat olvasok a sajtóban, mert mindig úgy vagyok vele, hogy ez úgyse igazság, tehát emögött mindig állhat valaki, akinek éppen az útjában vagyok. És ez pont valaki olyasmi, aki diktált, akinek én akkor nagyon az útjában voltam. Egyébként ez a sikernek nem a titka. Nem is szoktam ezt, hogy most először, tehát nem is tudom, tényleg egy opció, te is jól kérdezel, hogy ilyeneket kihozol. Úgy belegondolok abba, hogy az emberek mik építik, és mik alakítják a karrierjét. Mert ugye ezek a műsorok most támadtak, nem támadtak, miniszoknya, stb. Azért be tudtál valamit bizonyítani. Ebből lehetett utána építkezni. Igen, csak sokkal több energiám elment arra, hogy védjem magam, meg hogy menedzseljem, meg hogy akkor hosszabbítanak-e szerződést velem, vagy nem, hogy akkor most amit egy év után leveszik, holott a legnézettebb műsor volt. Tehát mindig volt valami olyas valami, amivel foglalkoznom kellett, ahelyett, hogy idehozzam a másik 10 világszert. És ez valahogy Magyarországnak a sajátossága sajnos. De mostanra ugye át is alakul ez a mi szakmánk, ugye, mert én végül sosem voltam alkalmazott műsorvezető, tehát én mindig valahogy a tulajdonosa voltam annak, amit csináltam, mert mindig én is szerveztem. Ugye most már ez úgy kezd megszűnni, tehát ma most már főként a kereskedelmi televíziózásban ugye vannak alkalmazott műsorvezetők, diktálnak, kérdéseket mondanak a fülekbe, tehát ez egy kicsit más szakma már, mint amikor én csináltam ezeket a showkat. Gondolom, hogy te se tudod. Én képtelen lennék én is úgy, hogy de lehet, nekem hogy meg tudnám tanulni, belőle, de irtózom tőle, hogy élőadásban. Tehát most az épp azt hiszem, hogy nem is tudom, melyik közvetítés volt, ami én eléggé meg voltam döbbenve. Igen, nemzeti vágtam. Mert lehetett látni, hogy a műsorvezetőknek diktálják, hogy miket kérdezenek, és a saját gondolataik sehol nem voltak, és pont nem arról szólt. Más szakma. Tehát én vezettem úgy műsort többször is már az utolsó időszakban, amikor nekem is diktálták. Más szakma. Azt is lehet, hogy most akkor azt mondják, hogy na mégis becsináld ezt, kérdezd azt. Igen. Tehát én azt is meg tudom csinálni, csak valahogy az számomra nem annyira izgalmas. Tehát én pont azt szeretem csinálni, hogy most te csinálsz velem. Nem hogy, tudod, hogy mi lesz a beszélgetésnek a fonala. Hogy megyek arra, amerre akarok, és úgy gondolom, hogy a nézőt is ez érdekli igazán. Tehát egy kicsit ma hiányzik ez a műfaj. És én úgy gondolom, hogy az emberek nem gyorsultak annyira fel, mint amennyire a televízió felgyorsult. Tehát annyira van igény ezekre a picit lassabb, mélyebb beszélgetésekre, amire az életben is annyira vágyunk. Igen. Hát legalábbis én úgy gondolom, és azért próbálok ilyen típusú műsorokat készíteni. Szerintem ez nagyon fontos, meg nagyon örömmel. Egyébként tudod, hogy mi a döbbenet, hogy annyira, olyan sokszor, most az előbb azt mondtad, hogy ezt még nem mondtam el senkinek. Nekem majdnem minden beszélgetésben, amit készítek, rövidebb, hosszabb lélegzetű, elhangzik ez a mondat, hogy ezt én még nem mondtam. Mert fantasztikusan jól kérdezel. Tehát tényleg én itt ülök veled, akinek ez a foglalkozásom, és annyira jól érzem magam. Tehát annyira jól érzem magam veled, és ez szerintem a legnagyobb eredmény, amit elérhet valaki, aki kérdez, hogy a másik, aki itt ül, az jól érzi magát. És én gondolom, a néző is jól érzi magát, mert ez olyasmit hall, amit az életben ugye nincs időnk ennyire beszélni. Igen, meg megkérdezni egyet. Érted, most énekem is ugye az jár már az agyam, hogy lett Szenes Andrea, oké, bántották, megküzdött vele. És aztán mennyire bántottak, amikor tévé alelnök lettem, igen, ugye? Igen, hogy lett alelnök? Hogy képzeld el, ugye az lett azért. És ez az ő kis alelnökség, ez meg teljesen jó. Szóval az történt velem, és igazándiból ezt egy kicsit utólag nem vagyok annyira boldog, hogy alelnök lettem, hogy annyira elegem lett, hogy bántottak, tudod? Annyira igazságtalanak éreztem, úgy éreztem, hogy van 4 diplomám, beszélek nyelveket, tök jól csinálom, ingyen elhozok világsztárokat, mi kell még, miért pont engem cikiznek, amikor ott ül 30 tehetségtelen ember, tök mindegy, ott jó, ül, és nem bántják, nem bántják őket. És akkor úgy éreztem, hogy én azért akartam főnök lenni, főnök a műsoros területnek, hogy ne cseszegessenek engem végre. Tehát csak ezért lettem műsorokért felelős alelnök, és végülis utólag nem ítélem meg annyira jól. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit úgy akartam, és nem is lehetett nemet mondani rá, de utólag nem ítélem meg jól, mert akkor abba hagytam a talkshow-imat. Igen. És végülis úgy annyira intenzíven nem mentem vissza bele. Tehát most is azt csinálom, mert most is interjúzgatok, meg csinálom, de olyan intenzíven nem mentem vissza bele. És igazából átéltem, politizáltam, nagy főnök voltam, 3000 ember főnöke, én döntött, csináltam műsorstruktúrát, tehát egy műsor helyett egy egész műsorstruktúrát, a nézetlen televízióból nézettet, adtam műsor Törőcsik Marinak például, amire így utólag nagyon büszke vagyok, hogy adtam neki egy talkshow-t, aminek a felvételei ma is olyan csodálatosak. Tehát van sok jó élmény benne, de mégis inkább lestrapált.
az a 4 év engem. Ahelyett, hogy épített volna. Igen. Igen, mert ezekből, ami a te eredeti szakmád, az, hogy kérdezel, hogy megnyitod az embereket. Ebből ott semmit ebből... nem lehetett gyakorolni igen. belőle, és ráadásul egy rossz életmód. Mikor döbbentél rá? Utána. Csak utána? Tehát addig annyira vitt magával a szakma és a feladat és a kihívás? Az igazság, hogy én olyan vagyok, ha elkezdek egy feladatot, most tök mindegy, a pszichológiából doktorizom, vagy épp kutyákat képzek ki, vagy bármit, akkor én azt nem hagyom félbe. Aha. Tehát én nem vagyok egy félbehagyós, meg nem szoktam a kapcsolatémból se kiszállni hamar. Tehát én nem vagyok egy félbehagyós típus, de utólag értékelve azt gondolom, hogy én akkor jártam volna a legjobban, ha mondjuk egy évet csinálom, nem hagyom ki, aztán kiszállok. Tehát azt gondolom, hogy ez a 4 év, még ha visszajelzésem, meg tényleg örökös alelnök lettem, mert ugye a munkaügyi bíróság vissza is helyez, és akkor még egy évet ott eltöltöttem, ez nem annyira önazonos volt, már csak azért sem, mert nem az én életmódom, hogy bemegyek 10 órára egy irodába. Igen. Tehát én nem szoktam ennyit ülni. Meg értekezleteket tartani, meg, tehát egy kicsit már sokat tanultam, meg sokat fejlődtem, meg szerintem szép munka volt, meg szép csapat volt, de igazából nekem egy picit én idegen volt. Mondtad, hogy Hillary Clinton is, hogyha ha férfinek születik, akkor jobban fogadják el. Téged hogy fogadtak a kollégák? Amikor műsorigazgató, illetve a érdekes módon az jól ment. Tehát én úgy gondolom, hogy mai napig az én értekezleteimet sírják, vagy tehát nem sírják vissza, de emlegetik, mert én akkor azt csináltam, hogy a különböző osztályokat mindenkinek azt mondtam, hogy mint egy jó nagy pszichodráma, jöjjenek be, és akkor mindenki mondja el a problémáját. Tehát ott ültünk 50-en minden héten, péntekenként, és megbeszéltünk 2-3 óra alatt mindent. Tehát úgy gondolom, hogy az a része az jó volt, meg egy erős férfi volt a helyettesem, tehát azt a részét sikerült megoldani a munkatársaink vezetését, meg a műsorstruktúrát is, tehát sikerült ezt a részét megoldani, de mondjuk nagyon sok olyan volt, hogy akkor az emberek azzal kellett foglalkozni, hogy a pozíciódat védjed. Aha. Tehát ugyanaz, mint ott a műsoroknál is, műsorkészítés helyett azzal kellett foglalkozni, hogy intézed el a műsort, itt is azzal kellett foglalkozni nagyon sokszor, hogy akkor most ki akar a helyemre jönni, hogy tudom kivédeni, ki védjem, ne védjem ki. Tehát nagyon sok ilyesmi volt. Tehát jól gondolom, én jól sakkozom, tehát végülis én ezt jól csináltam, és a Törőcsik Mari be is jósolta nekem egy talkshowban, hogy na, én meg egyszer politikus leszek. Tehát csak nem lesz közel ez, mert áll hozzád a politika egyébként? Apukám fogalmazta meg azt, hogy minden pártban van egy olyan ember, aki miatt pont az a párt nem kell. Tehát, tehát én azért szeretnék politizálni, csak valahogy Magyarországon ez egy kicsit másabb. Tehát én szeretem a politikát olyan értelemben, hogy valószínűleg jó politikus lettem volna. Tehát, hogyha mondjuk egy 100 év múlva élünk. Ezeket az ambícióidat egyébként most úgy érzed, hogy föladtad? Tehát, vagy azt mondod, hogy nincs itt a tere, és az a, hát én az most a közeg, nagyon, amiben politizálni én most egy nagyon különleges élethelyzetben vagyok. Ugye meghalt az édesapám, meg meghalt a társam is, aki ugye 3 évtizeden át együtt voltunk, és egymás legjobb barátai voltunk, tehát minden ügyemben benne volt, és én is az övében. Tehát ezért azért ezek az évek, talán egy kicsit az útkeresés a számomra, tehát nem akarok semmi olyan nagyba belevágni, mert sikerült, mert és létrehoztuk a Szenesiben emlékkoncertet, ahol több mint 5500 ember volt jelen ugye a Rezsőtéren. Ugye halálának a napján minden évben szeptember 13-án van ez a koncert, és ugye ez egy ilyen nagy boldogság nekem, hogy ez így létrejött. Tehát hozok létre dolgokat, de azért próbálok egy kicsit nem belevágni nagy dolgokba most. Most azt mondtad, hogy most jártam kint Izraelbe, és filmet forgatok, és műsort készítek, és az elején azt mondtad, hogy azért választottad a képernyős lehetőséget, mert neked akkor az volt a kihívás, és az jobban tetszett. Most viszont azokkal a műsorokkal, amiket készítesz, megint a másik oldalon állsz. Azért mindegyikbe beleülök. Mindegyikbe ott vagyok. Tehát van most a Szenes Iván írt a sorozatunk, ott is vagyok, kérdezek egy kicsit, tehát... De hát közben rendezed meg, zenei rendezed közben meg, rendezem, szervezem, producereim vagyok, de ez nem lehet ma másképp. Tehát abban a pillanatban, amint nem én vagyok a saját magam főnöke, abban a pillanatban én rosszul érzem magam. Tehát ezt tudom, hogy ciki, de ha nem... Tudod, én szeretem azt a műsort úgy megcsinálni, hogy én akarom. Tehát én nagyon nehezen viselem azt, hogyha így diktálnak. Ráadásul olyat csinálok, amit másképp csinálnék. Tehát vagy úgy szeretem ezt így magam. A mostani királyi televízióban hogy találod meg a helyed? Tehát most már ott mennek a koncertjeink, meg az Ivánnal készített közös műsoraink is. Mindig egy nehéz dolog természetesen ott, ahol az ember agyfőnök volt, ott tulajdonképpen picinek lenni, meg műsor átadónak lenni.
de úgy gondolom, hogy ott édesapámnak különösképpen nagy létjogosultsága van, hiszen több mint 50 évet dolgozott annál a közszolgálati televíziónál, tehát az ő televíziója mindenképpen a magyar televízió. Térjünk vissza az utazásokra és a külföldi munkákra, hiszen mondtad, hogy rengeteg helyen ajánlottak állást, és ugye az Egyesült Államok azért még úgy vonzott is annyira, hogy ott megtaláld a helyedet. Mennyivel másabb volt ott a munkastílus, a létforma, mint Magyarországon? Ez egy nagyon jó kérdés, ez is. Ugye én pszichológiát is tanultam kint, ugye pszichológusként is dolgozgattam, ugye nemzetközi tréner lettem hamar, tehát én ezt nem rég meséltem már róla, de én abból éltem, hogy nemzetközi csoportoknak tartottam önismereti csoportokat így 20 és 30 éves korom között. És én az Oprah Winfrey Show-nál, a King Bird-nél tanultam Chicagóban és New Yorkban. Úgy gondolom, hogy az a különbség, hogyha ott jó vagy, akkor ők tudják, hogy mekkora kincs vagy. Tehát, hogyha ott egységes vagy, és jót csinálsz, mert akkor tudják, hogy belőled élnek. Tehát, ha jót csinálok egy képernyőn, azt nézik, akkor te kincs vagy, és akarják, hogy csináld. Tehát itt Magyarországon meg, ha jót csinálsz, akkor rögtön elkezdenek irigykedni rád. Pláne, hogyha mondjuk nem vagy annak a branchnak a tagja. Rögtön elkezdenek irigykedni, rögtön más szempontok jönnek, tehát ott valahogy egyik helyen sem volt ez a fajta küzdelem, ami itt van Magyarországon. Tehát ez a létért való küzdelem, ez kint máshogy jön létre. Igen, tehát ott arra kell törekednem, hogy jó legyek. Hogy jó legyen. Hogy jó legyek, hogy jó legyen a munka, ami kimegy a kezem közül. Itt is most már egyre inkább, de még mindig nem ez a szempont itt Magyarországon. Tehát itt nagyon le vagyunk, 20-30 éve le vagyunk maradva. 20-30 év, az elég sok. Igen, egyébként pláne. Mondtad, hogy önismereti tréningeket tartottál 20 és 30 éves korom között. Igen. Meg dolgoztam a Lipót mezőn is. Na, az meg egy tanítottam az orvosi egyetemen orvosokat, orvos-beteg kapcsolatra. Na hát ez egy érdekes történet. Na mindjárt előbb még a másik kérdésre rákérdezik. Amikor ilyen önismereti tréningeket tartanak, ugye mi annyira, mondjuk én nem nagyon jártam ilyenre, tehát nem ismerem az egésznek a pszichológiáját, de a filmekből, amit mi látunk, hogy milyenek ezek a tréninget, hogy körbeülnek, a pszichiáter próbálja kinyitni az embereket, stb. Egy ideig ugye a filmek bemutatják, tehát a valóságra vagyok kíváncsi, hogy ezek hogy működnek, és hogy tudnak működni. Tényleg az van, hogy képesek egy idő után az emberek megnyílni és kivetközni abból a páncélból, amit saját maguk közé. Én úgy gondolom, hogy én ugyanazt csináltam pszichológusként, igazából, mint riporterként, vagy amit most te csinálsz velem, tehát, hogy jól beszélgetünk, úgy, ahogy az emberek az otthonaikban szeretnek beszélgetni egymásra, arról, ami érdekli őket, és őszintén, tabu nélkül. És úgy gondolom, hogyha valaki egy jó kapcsolatba kerül, akár egy önismereti csoporton belül, vagy a pszichológusával, akkor ezt tovább viszi az életben. Ennyire egyszerű. Aha. Tehát én nem vagyok annak annyira híve, hogy a pszichológus megmondja, hogy ki mit csinál. Én szerintem soha senki nem mondja meg, mert ez annyira kiszámíthatatlan, hogy mit hoz az élet. Érted? Lehet, hogy azt mondod, hogy menjen jobbra, és biztos az a jó út, de pont elüti ott egy autó. Tehát én nem szeretek, és soha nem is szoktam tanácsot adni senkinek, hanem sokkal inkább meghallgatom, és akkor együtt gondolkozom. Az orvosok mennyire fogadták el? Mondtad, hogy orvosokat tanítottál, orvos-beteg kapcsolatra. Teljesen jó volt, még Koppel Péter élt akkor, és ő volt a témavezetőm, és ő alatta. Az nagyon-nagyon jó időszak volt. 3 évet tanítottam orvosokat. Egyébként azért érdekes ez, mert az orvosok tisztelet a kivételnek, nagyon zárt, felsőbséges világba képzelik magukat. Igen, ez nekem is mindig egy probléma az orvosokkal. Tehát amikor azt mondja egy orvos nekem, hogy nem bízik bennem, körülbelül akkor megyek ki az ajtón. Uh-huh. Tehát amikor így kinyilatkoztatva beszél egy orvos, én azt nagyon nem szeretem. Mert hogy annyira a biológia és egy annyira képlékeny dolog. Hát igen. Tehát én szeretem azokat az embereket, akikben van egy kis bizonytalanság, mivel bennem is van, és minden tehetséges emberben, apukámban is nagyon volt. Hát olyan sokat gondolkozott rajta, de kicsit, ha azt írta volna meg, hogy kicsit szomorú a hangulatom ma, a kicsit szomorkás a hangulatom máma helyett, biztos nem lett volna ekkora sláger. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a munkájához kell, hogy legyen egy olyan alázat, amivel viszonyul ehhez, és akkor úgy én is sokat szoktam néha gondolkozni bizonyos dolgokon. Mivel tudtad megfogni az orvosokat? Hát akkor ők is orvostanhallgatók voltak igazándiból, ők is jól érezték magukat, tehát nekik én voltam a pszichológia óra, én voltam a tanóra, tehát nem kellett megfogni szerencsére, mert kötelező volt, de jó, de ettől függetlenül van, akit elfogadnak, vagy van olyan pedagógus, aki el tudja magát nekem, igen. Fogadtatni. Én tanítottam is iskolában, ugye angoltanár vagyok, tehát tanítottam is gimnáziumban is, tehát nekem ez így nem okozott gondot, tehát vagy én ezt szerettem is csinálni, átadni
tudást. És igazából azért is lettem kicsit tévés, mert úgy éreztem, hogy akkor itt még több ember lát minket, tehát hogyha mi most így beszélgetünk, azt nagyon sokan látják, és akkor ebből talán mondunk olyanokat, te és én is, amitől az ő életük jobb lesz. Tehát engem valahogy ez szokott vinni ebbe a műfajba föl ide a képernyőre, hogy ott próbáljunk olyat mondani, vagy olyat adni a saját életünkből, ami hopsz, ővele is megtörtént. És ha én itt elmondom azt, hogy én ezt bevállalom, akkor ő is kicsit jobban bevállalja, hogy ő is volt szomorú, ő is volt elesett, ők egy kis halt meg hozzátartozója, akit nagyon szeretett, őt is bántották, és akkor valahogy mégse, ez mindenkivel megtörténik, és mégis élünk, tehát. Mondtad, hogy a Lipót mezőn is dolgoztál. Ott is dolgoztam, igen. Te hogyan vélekedsz arról, hogy ezek a fajta intézetek egyre inkább elvesztik a létjogosultságukat és bezárják? Hát én nem zártam volna be, mert egy akkora hagyománya volt annak a helynek, hogy te, én is ott töltöttem nyarakat, tehát létjogosultság, hát ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát én a baráti körömben, hogyha valaki bajba kerül, általában azt szoktam mondani, hogy oldja meg magad, tehát jobb, ha nem. Jó, de hát időnként muszáj pszichológushoz menni. Kell egy olyan segítség, akivel őszinte lehet az ember. Igen, de végül is, hogyha sportol, tehát én mindig azt mondom, hogy sportoljon, beszéljen barátaival, jogázzon, diétázzon, tehát csinálja mindezt, és hogyha ez mind nem megy neki, akkor menjen. Tehát az legyen az utolsó, mert azért pszichológus, szóval akkor annak mindig van egy folyamata. Tehát én szeretem a rövid távú kapcsolatokat, tehát amikor egy-két beszélgetés van. Tehát én egy picit kártékonynak érzem néha azt, amikor hosszan járunk pszichológushoz, mert akkor nagyon rászokik valaki. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy az 50-es, 60-as években senki nem járt Magyarországon pszichiáterhez, meg pszichológushoz. Igen. És megint csak ugye az amerikai filmek gyerekkoromból, hogy megyek a pszichológusomhoz, tehát ezt mi azt gondoltuk. Divat lett, ugye én is akkor lettem pszichológus, én is gondoltam, na majd én leszek, akihez járnak beszélgetni. De... Egyébként volt, tartottál ilyen típusú rendeléseket? Pár évig, igen, de aztán úgy éreztem, aztán én úgy éreztem, hogy nekem kell a kamera. Tehát én úgy tudok jól beszélgetni, ha látok egy kamerát. Na, de hát akkor még már akkor ennyire már tudtad, akkor, hogy a kamera hogy kamera Én a kamerába szerelmes vagyok. Tehát de én nem tudom, olyan furcsa volt, amikor apukám meghalt, és akkor tényleg a temetés olyan furcsa volt, esett az eső, és iszonyan ki voltam készülve. És utána másnap mentem interjút adni, és jobban lettem. Tehát valamiért én nagyon szeretem a kamerát, meg szeretem, hogy megörökítjük, szeretem, hogy megmutatjuk, amit beszélünk. Hát ki is nyílsz ilyenkor. Én szeretem, tehát én majdnem, hogy jobb vagyok kamerán, mint életben néha. Tehát itt mindig türelmes vagyok, mindig odafigyelek, mindig elmondom. Tehát én nekem ez jót tesz, de nagyon kiskoromtól kezdve. Tehát én már 14 éves koromban, amikor feladatot kaptunk az osztályfőnöki órán, akkor én már mentem riportot csinálni. Tehát nekem ez nagyon a véremben volt már egészen pici gyerekkoromtól kezdve. Említetted, hogy az életed társa, ugye... Különleges körülmények között, teljesen váratlanul meghalt. Ezt meg tudtátok fejteni, vagy megfejtette valaki? Nem. Tehát ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog volt, mert ugye Jánossal mi együtt jártunk gimnáziumba, tehát tényleg ő volt az, aki minden gondolatomat ismerte, és én is az övét. És ő mindig azt mondta, hogy ő nagyon sokáig fog élni. Tehát mindig az volt a tuti, hogy ő fog túlélni engem, meg a jogász is volt. Igen, meg hogy ő 120 évig fog élni, és az volt az alapmondata, hogy neki minden évben, ugye én mindig kicsit ilyen melankolikus szoktam lenni, hú, hát szűkülnek a lehetőségek, öregszünk, ez már nem úgy, mit tudom én. És akkor ő mindig azt mondta, hogy mindig csak nőnek a lehetőségeink, és egyre erősebbek leszünk, tehát annyira váratlan volt, hogy ez vele megtörtént, és ugye nem is derült ki. Ugye nálam van a brüsszeli jegyzőkönyv, ugye egy fotó, hogy ott fekszik a fürdőkádban. Tehát annyira furcsa módon halt meg. És annyira ugye velem beszélgetett, én voltam az utolsó beszélgetése, és pont én voltam rossz kedélyű. Mit állapítottak meg a brüsszeli nyomozó azt mondja, hogy szívmegállás, de hát igazából csak feltételezés, mert nem tudni. Én azt tudom, hogy aznap futott még reggel, amikor leszállt a gépe Brüsszelbe, pont az én névnapomon halt meg, ugye, és akkor vártam volna egy ilyen vacsorára, és nagyon érdekes volt, mert nagyon keveset veszekedtünk. Tehát ő vele valahogy, én általában veszekedni szoktam, ordítozni is szoktam, de ő vele valahogy a 3 évtized alatt soha. Tehát nem tudom, ez nyilván ő belőle jött, és akkor összevesztem vele, hogy kivételesen mondtam, hogy ne utazzál. Mert hogy nekem most vacsoráim vannak, meghalt az apukám, legyél itt, ne nekem kelljen ott salátfősködnöm, meg minden, hanem ne utazzál. És ugye ő meg annyira karrierorientált volt, meg pont bántották őt is sokat,
és akkor azt mondta, hogy mégis elutazik, de majd a másodikra vissza, és akkor így. Tehát ilyen nagyon furcsa történés volt. Tehát ezt még úgy magamban még egy kicsit, pedig mennyi már elterjesen már. Mennyi idő kell, hogy föl tud dolgozni? Hát tehát a szakirodalom, a pszichológiai szakirodalom szerint 3 évtized az rengeteg idő. Tehát ezt feldolgozni, meg hogyha egy ilyen kettős vesztesség éri az embert, ha a pszichológusként nézném magam, akkor rengeteg idő. De én is úgy érzem, hogy sok idő kell. És az a furcsa, hogyha azt mondják, hogy ha elvesztesz valakit, akkor az idővel javul. És én meg ezt cáfolom. Tehát én úgy gondolom, hogy idővel romlik. És apám is ezt mondta, amikor elvesztette a feleségét. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy idővel javulnak ezek a dolgok. Egyébként ez annyira furcsa. Ez biztos, ezt most mindenkinek nekem nem adatott meg az, hogy hosszú kapcsolatot tudjak fönntartani valakivel. Ez biztos bennem van a hiba. Az első férjem az olyan feleséget választott, akit nem is engedett dolgozni. Tehát azért mondom, hogy biztos, hogy itt én velem lehet a gond, hogy én ilyen munkamániás vagyok, vagy mit tudom én, keveset vagyok otthon, vagy nem tudom. De most az jutott az eszembe, hogy látom az idősebb házaspárokat ott magunk körül, és ahol nagyon szépen leírtak 20-30 évet, és meghal az egyik fél, vagy elmegy pillanatok utána, vagy 2 hónap múlva társat talál magának. Ez milyen jó, amit mondasz, igen. Ez nagyon-nagyon érdekes, igen. Te nem gondoltál arra, hogy nyissál? Én próbálkoztam. Szóval az tehát igazság, kész vagy arra? Mert lehet, hogy nem vagy kész rá. De kész vagyok. Úgy gondolod, vagy pedig mi jön le rólad? Nem, ez egy nagyon nehéz dolog, mert ugye János meg én azért nagyon különleges kapcsolat voltunk, tehát mi azért nagyon-nagyon szabadon hagytuk egymást ahhoz képest, hogy nagyon szorosan voltunk. És én úgy gondolom, hogy készen állok egy új kapcsolatra, de valami nem sikerült létrehoznom még, vagy nem találkoztam olyannal, vagy nem tudom, tehát nem jött létre. Én úgy érzem, hogy készen vagyok, de lehet, hogy mégse. Mert tehát, egyébként ahhoz, hogy az ember nyitni tudjon valaki felé, hiába dönti el itt, hogyha a testbeszéde, tehát belülről valahogy, nem tudom. Az elején jól éreztem magam egyedül. Az elején nagyon jól. Tehát ott úgy éreztem, hogy tehát amikor vesztesz valakit, akit még ha nagyon-nagyon szereted, akkor is, tehát amikor kikerülsz egy kapcsolatból, akkor egy picit átéled azt, hogy na most önmagad vagy. Tehát most akkor azt csinálsz, amit akarsz. Ugye én valahogy elég alkalmazkodó voltam nagyon sok helyzetben, amit nem gondolok rólam, de így a magánéletemben én alkalmazkodó vagyok. Hova menjünk oda. Igen. Tehát így sokszor nem azt csináltam, amit akartam, és akkor most az elején volt egy ilyen felszabadulás is bennem, hogy na most akkor mindig azt csinálom, amit akarok. Uh-huh. De úgy érzem most már, hogy én nyitott vagyok, csak hát majd meglátjuk, mit hoz az élet. Mennyire vagy válogatós, ha már itt tartunk? Ugye azt mondtad, hogy János diákkorodtól kezdve, tehát gyakorlatilag az egész életedet végigkísérte. Végigkísérte, és ezért egy olyan veszteség, ami azt hiszem, hogy pótolhatatlan, mert hogy végigkísérte. Tehát ismert mindenkit, ismert a nagymamáimat, és aludt nálam 14 éves koromban, tehát gyakorlatilag végigkísért, tehát mondhatnám azt, hogy mint ilyen testvéri viszony, vagy jó barátként végig kísért engem. Én nem vagyok annyira válogatos, tehát úgy inkább úgy megragad emberekben valami érdekes. Ha ő vele felnőtt korba ismerkedsz meg, ugyanúgy ő lett volna a társad? Ezen sokat gondolkoztam. Ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudok rá válaszolni, nem biztos. Nem tehát biztos. Hogy mi az biztos ideál? Nem. Biztos nem. Igen, biztos nem. Igen. Csak inkább az, hogy végig kísértük egymást. Tehát akkor is jó barátok lettünk volna, de az ember felnőtt korában más szempontjai vannak, más... Mi szerint? Ez egy jó kérdés egyébként. Igen, el lehet rajta. Igen, te vagy az igazi pszichológus kettőnk közül, én már látom, igen. Én nem foglalkoztam. Illetve foglalkoztam. Te vagy a született tehetségpszichológus. Amikor a főiskolán pszichológiát tanultunk, akkor gondolkodtam én azon, hogy ezen az ágon kéne tovább menni, és akkor tudod, hogy mi jutott nekem az eszembe, hogy az emberek a pszichológushoz a gondjaikkal mennek, és én azokat a gondokat este nem tudnám letenni. Igen. És ezért alkalmatlan lennék rá. Hát biztos alkalmatlan lennél. Tehát amilyen csodálatosan velem beszélgetsz, minden papír nélkül, semmi a kézbe, tehát ez lenyűgöző. Te remek pszichológus lettél volna. Lehet, csak de utána nem tudnám földolgozni azokat a gondokat. Tehát este nem tudnám letenni. Én egyébként azt hiszem, hogy életemben 3-szor voltam pszichológusnál, és nekem nagyon sokat segített az a 3 beszélgetés, mert azokban a bizonytalan periódusokban, amikor féltem, akkor egy jó beszélgetés nagyon szépen átgördítette, és a 3. beszélgetésnél azt kérdeztem a pszichológustól, hogy tud ennyi szomorúságot és ennyi keservet földolgozni, és hogy tudja letenni este
azt. Hát ő leteszi. Ő leteszi. 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 Megtanulja, leteszi. Azért ez is egy döbbenetes dolog. Leteszi. Igen. Na, lehet, hogy nekem ez nem ment volna, mert én most a munkába is. Igen, érted? Tehát egész éjjel vagy. Jár az agyam, hogy mit hogyan lehetne megoldani. Egyébként ezeket a megoldásokat, mert te céget viszel közbe. Ugye? Ötöt. Úristen. Ezeket az üzleti vállalkozásokat, ezeket te hogyan tudod vinni? Tehát neked így jön zsigerből? Gyorsan, aha. Ez valahogy zsigerből jön nekem. Ezért is tudtam tulajdonképpen a tévé alelnökséget is kirázni idézőjelbe valahogy. Vagy ez anyai ágon. Tehát ott mindenki jó menedzser alkat volt, és úgy látszik, az is bennem van. Tehát azzal nem szoktam sokat problémázni. Tehát nagyon gyorsan döntök, hogy szerződjünk, mennyiért, hogyan. Aha. És nem mindig tehát általában nem a pénz szokott vezérelni a döntéseimben, hanem hogy mennyire látom értelmesnek, vagy olyan világot előre vivőnek a tervet. Tehát ezzel nem szoktam sokat bajlódni, megmondom őszintén. Ez egy nagyon nagy... gyorsan döntő, igen, gyorsan nagyon bonyolító. Nagy lehetőségre ad, vagy nagyon nagy teret ad. Vagy de nem is volt rá időm, tehát nekem minden gyorsan kellett csinálnom. Ugye én az Ivánnal, meg a Jánossal is nagyon-nagyon szoros kapcsolatban voltam, tehát mindenhova együtt mentünk, vásárolni is együtt mentünk, mindenki csodálkozik. És ott is gyors tőle. Én olyan gyorsan vásárolok, és bárkinek tudok vásárolni, neked is tudnék, most így megnézlek, és kb. Egy perc alatt látom, hogy mekkora a méret, mi áll jól. Tehát én nagyon gyorsan megtanultam dönteni, vásárolni, szerződést írni, megállapodni, tehát ezeket én nagyon harcesztek. Voltak vagyok. Olyan típusú döntéseid, amire később azt mondtad, hogy ez azért gázos volt, nem kellett volna? Hát, ez vagy tulajdonképpen ilyen súlyos, vagy nagy horderejében nem volt? Hát az, hogy visszajöttem Amerikából, az volt egy ilyen döntés. Akkor ugye a János szavak kapcsolatunkban is volt egy olyan, egy krízispont, akkor ott is volt egy döntés. Uh-huh. Akkor ugye a tévé alelnökségből való nem kiszállás, az is volt egy döntés. Az tehát is egy érdekes olyan döntés, szituáció volt. Igazából igen. Lehet, hogy másképp csinálnék. Tehát valószínűleg azt csinálnám másképp, hogy hamarabb kiszállnék dolgokból. Tehát nem vagyok kiszállós fajta, mondtam neked. Igen, igen, igen. És igazából hamarabb kiszállnék. Tehát amikor látom, hogy nem jó valami, akkor már kiszállnék. És én még mindig benne vagyok, mert azt hiszem, hogy még, na majd holnap. Holnap lesz egy lehetőség. Pedig hát nem lesz más, nem változnak meg az emberek, én abban nem hiszek. Tehát egyikünk sem változik. Ez a hozott anyagból dolgozó? Igen, tehát ha valaki megszeret engem így, amilyen vagyok az elején, akkor az oké is. De hogyha abba fog reménykedni, hogy mondjuk én meg fogok változni, tehát mondjuk rendes leszek, az illúzió, és senki nem változik igazándiból. Mikor változtál utoljára, ha már itt tartunk? Tehát azt adod, hogy most, senki nem... Most nagyon kacsa. Szóval, hogy mondjam, olyan szempontból változik, hogyha valami nagy dolog éri, tehát ilyen tragédia, hogyha alapélethelyzet, de akkor sem a személyiségem változik, csak hogy más tekintek fontosnak, picit más. Tehát olyan szempontból változtam, hogy felszabadultak a kötelékeim. Tehát most tudok úgy kapcsolatba lépni emberekkel, ahogy eddig például nem tudtam, mert kötve voltam. Ezek a kötöttségek viszont fontosabbak voltak számodra, mint saját magad? Nem is voltak fontosabbak, de sokszor döntöttem saját magam kárára. Tehát még édesapámmal is a végén, tehát ugye én műsorvezető voltam, tehát Szenes András show ment, és vagy az utolsó 5 évben mindig őt tettem előre. Igen. Tehát olyan műsort csináltunk, ami zenei volt, őt vettem föl igazán, volt, tehát így előre tudtam rakni. De azt gondolom, hogy ő ezt megérdemelte, tehát nem sajnálom ezt az időt, hogy most most nem olyan talkshow voltam, de én ülök és pszichológiai kérdéseket teszek fel, hanem végülis ebből tudom most ezt tovább vinni. Tehát ugye jogutódnak lenni, az egy külön szakma, és sokan vannak, akik úgy néznek rám, hú, hát ezt hogy tudod megcsinálni. És én azért tudtam ezt megcsinálni, mert én az utolsó 5 évét vele töltöttem. Tehát én pontosan ismerem a dalokat, pontosan tudom, hogy mit tartott fontosnak, pontosan tudom, hogy hol vannak interjúk, mikethez tudunk nyúlni, tehát én ehhez értettem már, és akkor így tudtam ezzel megküzdeni. Ez egy nagyon nagy falat. Ez az örökség tovább. Ez egy nagyon nagy falat egyébként. Ezt én sem gondoltam, hogy ekkora falat. De gondolom, hogy ettől függetlenül neked megvannak a magad olyan elképzelései, ami nem az édesapádhoz köt. Ez egy nehéz dolog volt egyébként, mert ez az, amire mondtam, hogy erre nem számítottam, hogy ez egy teljes embert igénylő dolog. Tehát ha én mondjuk akarok egy dr. Szenes Rendel pszichológiatósót csinálni, és akarok egy zenei, és akarom a zenei részét csinálni, hát csak úgy maradna energiám, ha nem lépne be újabb férfi az életembe. Tehát, hogy mondjam, tehát akkor az ember elbírja, ha nincs magánélete, de valahogy nekem meg hiányzik, nem is a magánélet, hanem hogy én annyira megszoktam, hogy szoros kapcsolatokban élek, tehát nekem ez hiányzik, tehát nekem azért ezt azért szeretném felépíteni, tehát nem akarok annyira munkacentrikus lenni, most bár az vagyok,
de nem szeretnék ennyire. Tehát én úgy gondolom, hogy mindent meg tudunk mi nők csinálni, csak ára van. Ez lenne a következő műsor, ez a Dr. Szenes Andrea rendel? Igen, tehát most ez jár a fejembe, igen, mert végülis itt ezt a folyamatot hagytam én abba, amikor elkezdtem az Ivánnak az örökségével, meg a dalokkal foglalkozni. Szép elemény persze a Szenes dalsereget is visz. Hisz ők az én dalseregem. Tehát most nem tudom, hogy mire dukkoljak. Dr. Szenes Andrea rendelnek, mert az a nézőknek lenne jó, vagy pedig Szenes Andreának, aki úgy érzi, hogy jó lenne, hogyha nem az üres lakásba menne haza. Én szerintem mind a kettő. Tehát igazából, ha nekem rukkolnál, akkor úgy mind a kettő tényleg, és így ilyen lazítani képpen, mint ahogy apám is írt, érdekes dolog, hogy ennyire őszintén mersz beszélni ezekről a dolgokról. Mert pont ezekről nem szívesen beszélnek az emberek. Én szeretek ezekről beszélni, és szeretem, ha más is beszél róla. Aha. Tehát én azért szoktam interjúkat is készíteni, mert csomó olyasmit meg tudok kérdezni, mint hogy te is megtudsz most tőlem itt a képernyő előtt, mint amit privát életben nem biztos, hogy megmennél tőlem kérdezni elsőre. Ez a nem mondhatom el senkinek. De elmondjuk mindenkinek. De én ezt szeretem, mert engem ez érdekel. Tehát én azért szoktam a magaméről is beszélni, mert engem másokból is ez érdekel. Tehát úgy vagyok vele, hogy mondom magamból is azt, amit úgy másból is érdekesnek találok. Tehát mesélhetnék én a dalokról, a koncertekről, a kiadványainkról, arról, hogy péntekesként van az MTV-n a műsorunk, a Szenes koncert, és tehát mesélhetnék én erről, de azt mondom, hogy ezzel többet tudunk adni a nézőinknek, ha hát, a pici személyeset megosztunk. Azt meg tudják nézni, meg egyébként is tudják, kísérik a rádió újságot, megnézik a port.hu-t, meg megnéznek mindent az égatta világban. Igen, meg azt mondom, hogy nőknek nagyon sok dilemmájuk van, tudod, hogy most egyedül maradnak, akkor 40 felett milyen az élet, akkor hogy is van ez. Tehát úgy gondolom, hogy erről merni kell, vagy kell is beszélni, hogy tulajdonképpen mindent lehet, és mindig lehet újra kezdeni. És kell is. És kell is. És kell is. Miért nem fested a hajad? Tehát én úgy gondolom, hogy én nagyon a természetességet szeretem, tehát nem, mindig akarták, hogy legyek szőke. Nem tudnálak elképzelni szőkén. Mindig akarták, hogy szőke legyek, tudod? Aha. És akkor valahogy úgy voltam vele, hogy nem, de lehet, hogy el fog jönni, mert anyukám meg mindig festett haja volt, szőke volt, platina volt, ilyen volt, olyan volt, és akkor én is gondolkoztam rajta, hogy milyen imidzs álljó. Egyébként, hogy próbáltalak elképzelni karakterbe szőkén. Belefér. Belefér. Most tudod, hogy lehet, hogy nagyon furcsán hangzik, de hogy elképzeltelek egy ilyen szőkének, olyan Marilyn Monroe-s típusú. Van parókám, van egy csomó fotó. Igen? De engem fotóztak. Szeretsz parókában lenni egyébként? Nem, csak fotózásra. Csak fotózásra, de jó a fotók. A paróka az pont olyan, mint egy ruhadarab. Te szoktál parókázni? Nagyon ritkán. De egyébként most pont azon gondolkodtam, hogy kéne ilyet venni, mert ugye minden nap frizurát csinálni elég nehéz. Milyen egyszerű lenne, hogy csak mondjuk a színházban természetesen az ember elég sokszor parokázik. De én szeretem a természetességet, tehát ami nekem ebben a nehéz helyzetben segített, például az a tibeti jóga. Tehát, hogy én minden reggel egy órát tibeti jógázom. Tehát én nagyon a természetességnek vagyok a híve. Tehát ez mindig egy más énje az embernek, a videoklipek, meg a... Hát az a rutin, meg a szerelem, a jóga pedig egy egészen másfajta. Miért pont a jóga? Tehát annyi más... A tibeti jóga az nem a hagyományos jóga, a tibeti jóga az egy aktív jóga, tehát 21-szer csinálsz meg bizonyos gyakorlatokat, ennek leszek most a trénere egyébként, nemzetközi tréner, ugye fejlesztem a nemzetközi tibeti, ennek egy picit módosított változatának leszek a nemzetközi oktatója, most kapok diplomát majd nem sokára. És ezt csináltam most így hobbiból az elmúlt egy évben, mert az jót tett nekem, tehát jót tett nekem, hogy bármi történik, én akkor mindig jógázom. Tehát ha... Teljesen ki tudsz ezáltal kapcsolódni egyébként? Én sosem tudok kikapcsolódni, és nem is szoktam kikapcsolódni, nem is akarok kikapcsolódni, de le tudom lazítani magam fizikailag. Aha. Na most akkor várjál, lehet, hogy én nem értek. Én mindig azt gondoltam, én nem jógáztam még soha. De vannak olyan, tehát azért gondolom, hogy az emberek azért jogá, tehát arra használják, hogy teljesen kitisztítsák a gondolataikat, saját magukat átmossák. Tehát én úgy gondolom, hogy a jógának ez a lényeg. Igen, de kerékpározom is, meg edzeni is szoktam sokat, szeretem az ilyen outdoor fitnesseket, tehát sokat sportolok viszonylag. A jóga az egy ilyen érdekes dolog lett most, tehát ez a tibeti jóga. És ez egy óra minden nap reggel? Egy 40 perc mindig. 40 perc. Igen, 40 perc minden reggel. És ez azért volt jó nekem, mert akármi történik, te csapkodtak ugye a halálok, meg akármi történt, akkor ez egy olyan stabil pont volt, amihez úgy lehet viszonyulni. 40 perc, amit minden nap megadsz magadnak. Mit érzel utána?
Jól vagyok, jól vagyok, olyan tiszta a napindulás. Fizikailag meg is, és agyban is. Igen. Tehát én hiszek abban, hogy bizonyos fizikai mozgások, azok kitisztítják az agyat. Tehát én gondolom, hogy a sport, meg a mozdulatok, ezek fontos dolgok a lelki életben is. Világéletedben sportoltál? Mindig. Versenyszerűen kosárlabdáztam már kisgyerekként a Ganzmávakban, végig azt, hogy teniszeztem, mindig sportolgattam. De valahogy az ember, vagy nem az ember, ez az, amit elszél. Nem lettem versenyszerű sportoló semmiben, de mindig sportolgattam. Én mindig úgy képzeltem el a Szenest, eszembe nem jutott, hogy sportoltál. Senki nem sportolt rajtam kívül a családban. Igen, mert ugye művész család, éjszakutánban senki nem sportolt. Miért érezted fontosnak? Mert sporttagozatra jártam iskolába, általános iskolába, valahogy énektagozatról, ugye elhoztam hozzá, a sporttagozatot, és akkor úgy érekedtem őket, akik úgy sportolgattak, és mentem mindig sportolni. Ott voltak a szép fiúk, és én meg mentem sportolni. Én meg így kezdtem el nagybőgőzni. Igen, mert ott a Istvános voltam, és az István zenekarnak voltak a gyönyörű koncertjei, és megőrültem, mondom, ennyi jó képű pasi, és én nem lehetek ott. És azt néztem utána, most meg hát természetesen a zene, mert azért mondjuk anélkül meg zenei előképzettségnek is oda mentem a karnagyhoz, és azt mondtam, hogy 4 évig hegedültem, ennyi zenei képzettségem van, milyen hangszerrel lehet leggyorsabban bekerülni a zenekarba. Igen, és akkor elkerültem a Monták tanárúrhoz, aki a Zeneakadémiának a vezető tanára volt, és egy fél év után már a kis zenekarban játszottam, és Ferencsik nem tudom, hogy hányszor vezényelt. Igen. De én napi 8 órát gyakoroltam. 8 órát gyakoroltam. Igen. Hát ugye föltettem magamnak. Sok mindent tudni, de ezt így nem hallottam. Igen. Nem csak azért, most ez jutott az eszembe, amikor mondtad, hogy hát ott voltak a csinos fiúk. Nekem meg az jutott az eszembe, azért kezdtem el zenélni, mert ott volt a zenekar, és az életem legszebb évei a zenekarhoz kötöttek. Bár nem volt semmiféle kapcsolat, vagy ilyesmi, én mondjuk nagyon későn érő, nagyon-nagyon fiús kislány voltam, tehát nagyon későn érő típus, de mondjuk egy csodálatos időszaka volt az életemnek. Na hát. Hát vannak furcsaságok, ugye? Nem is gondoltam volna. Ajjaj, meg még mennyi mindent, nem tudsz. Visszatérve a sportra, és a sporton keresztül az életmódra. Most nagyon sok minden kijött már, és ez a filozofikus, pszichológus éned szerintem sok mindenkibe fölkelti az érdeklődést. Van-e olyan úgymond megváltó gondolatmenetet, terápiád? Életszemléletet. Tudod, mostanában azért csak ilyet eszem, csak erre esküszöm, csak... Tehát mi a véleményed erről? Vagy magadénak mi az, amit magadénak érzel, és amit bátran mersz mondani? Mert olyan tréningekről, olyan filozófiákról vannak. És mindig változik. Igen. Én annak vagyok a híva, hogy mindenki azt, amit ő érez jónak magának. Tehát én szerintem az a fontos, hogy ő higgyen benne. Tehát én a tibeti jogába, ő a pingpongba, ő a futásba, tehát hogy az hogy önazonos legyen, tehát hogy önmaga legyen. Tehát teljesen mindegy, hogy mit csinál, vagy miben hisz, szerintem. Tehát én nagyon-nagyon őszintén mondom. Tehát vannak olyan tényezők, tehát amiről én írtam a tankönyvemet annak idején, amit úgy hívják, hogy non-specifikus tényező. Vizsgálták, hogy melyik módszer a hatásos. És igazából azt vették le, hogy minden módszer hatásos, ha hiszel benne. Tehát attól függ, hogy te mennyire hiszel valamiben. Tehát nincsenek így szabályok, hogy meg nagyon nagy szerencse kell a dolgokhoz, szerintem ez a másik. Tehát hiába tervezünk, van egy sorsfaktor, vagy egy szerencsefaktor, ami néha teljesen más helyre visz, mint ahova terveztük magunkat. Téged jó helyre sodorta az élet? Most így, hogyha ezt a... Hát most és jó helyen tudom, vagyok, most itt beszélgetek veled, azért, néznek a tévénézők, érdekességeket mondom, szerintem ez a helyén van. Igen, most mert itt. Most gondoljál be... Meg éljünk a pillanatban, tehát ez a másik dolog, amit szerintem egy fontos, nekem egyre inkább alapelvem, hogy ebben a pillanatban, tehát most a mi életünknek, a térnek meg az enyémnek, ez a legfontosabb pillanat, hogy akik néznek minket, azok akkor az érezzék ezt, tehát a pillanatban éljünk. Tehát ne azon gondolkozunk közben, hogy akkor holnap mi lesz, vagy tegnap mi volt. Tehát sokkal inkább a jelenben, a mostban. A pillanatban legyünk jelen. Tehát én akkor érzem jól magam az életben, hogyha teljesen mindegy, hogy mit csinálok, pszichológuskodom, tévéinterjút csinálok, tévéelnök vagyok, üzletember vagyok, vagy bármi, az adott pillanatban jelen tudok lenni, akkor érzem, hogy jó. Hát remélem, hogy nagyon sok ilyen pillanatod lesz az életben. Hát én köszönöm. Hagylak enni. Egyébként tudod, hogy nekem mi van föltéve a Facebook oldalam, hogy Istenem, de szeretek úgy élni, ahogy élek.
Tényleg? Fú. Na pont ezt mondom, ez igen. A lényege. Most teljesen mindegy, hogy éppen ez mit azt mondtam, hogy ez egy ilyen csoda, hogy itt van ilyen csodás kaja, édességek, kiflik, csúzok. Tehát ez egy boldog pillanat az életnek, és azt tartom lényegesnek, hogy ezt éljük át. Te is, én is, meg akik néznek még, és legyen ez egy boldog pillanat, amire úgy jó lesz visszaemlékezni. Tehát én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy a szép pillanatokat megragadjuk az életben, mert hogy a boldogság az pillanatokból áll. Ugye, te mikor voltál előtt, azok mindig percek vagy pillanatok a boldogság. És ezeket a boldogság morzsákat próbáljuk összegyűjteni és átadni egymásnak. Remélem sikerülni fog. Jó étvágy! Kislány, itt úgy szerettem, akit soha nem felettem, rabja voltam, mint egy kisdiát. A műsor főtámogatója a Gundel étterem. A műsor főtámogatója a Gundel étterem. Mi kell egy jó reggelihez? Egy csipetnyi álom. Egy csészényi kedvesség. Egy csepnyi szenvedély. És egy jó beszélgetés Paul Lillával. Újságíró, műsorvezető, producer és mindemellett a pszichológiai tanulmányok doktora. Habár rendezőnek tanult, pályakezdőként pszichodráma csoportokat vezetett. 1991-től az egykori Magyar Televízió riportere, műsorvezetője volt, majd 4 évig az alelnöki székben ült. Kevesen tudják, hogy ő a kislánya zongoránál édesapja Szenes Iván egyik legismertebb nótájában. A mai Lillás reggeli vendége Szenes Andrea. Kislány a zongoránál fehérebb, az orgonánál, jaj, de szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Egyébként hiú vagy? Most azt mondtad, hogy a szépség ebbe a korba már nem számít, vagy számít? Azért hiú vagyok, de az elején, amikor elkezdtem a talk show-émet, amikor az első Szenes Andrea show volt, akkor egy egész délután foglalkoztam vele, egy piros zakó, miniszoknya, hosszú nadrág, hogy öltözködjek. Persze sikerült úgy öltözködni, hogy mindenről írtak utána, csak a műsorról, nem? A szoknyámról, a nyakláncomról, meg mindenről. De valahogy mostanában gyors vagyok, tehát mostanában nem szoktam azzal szórakozni különösképpen, hogy öltözködjek, vagy mit vegyek föl. Tehát nem annyira lényeges szempont. Tehát akkor a tartalom, az a külcsin elé került az életedbe? Szerintem nem is a tartalom, hanem a külcsin, hanem hogy kevésbé érdekel valahogy most, hogy mások mit gondolnak rólam. Tehát amikor elkezdtem dolgozni, akár pszichológusként, vagy akár tévésként, akkor ugye a 20-as éveimben, vagy még a 30-as éveim elején nagyon-nagyon meg akartam felelni az elvárásoknak. Tehát úgy akartam viselkedni, hogy az tetszen mindenkinek, és valahogy egy jó ideje már úgy azt csinálom, ami úgy eszembe jut, tehát amiről azt gondolom, hogy ez most így a helyén van. Tehát nem annyira szempont ez. Egy hihetetlen könnyű és egy hihetetlen nehéz helyzetbe éred az életedet. Én szerintem most készültem a beszélgetésre, hogy egy picit úgy próbáltam belegondolni magam a helyzetedbe, akkor ez egy nagyon, nagyon érdekes világ a tiéd, mert olyan családba születtél, amiben csoda lehetett fölnőni, csoda emberek között. Közben nagyon nehéz lehetett, mert a sok művész között nem tudom, hogy mennyi szelet jutott a szülőkből, a nagyszülőkből neked. Mennyire kellett magadat előtérbe helyezni a többiekkel szemben. Volt benned ilyen? Aztán majd a másik részét elkezdjük kifejteni. Igazándiból én egy csodálatos családba születtem bele. Ugye művész család, ugye apukám Szenes Iván író, anyukám pedig Kornay Marian színésznő. Tehát mind a ketten a saját maguk szakmájában nagyon-nagyon jók voltak, de való igaz, amit mondasz, hogy ők élték a saját életüket, és engem az apukámnak az anyukája, a nagymamám nevelt fel igazándiból, meg az utca. Tehát ennek volt egy nagyon előnyös része is, meg volt egy olyan része, hogy szabadon éltem, tehát szabadon nőttem fel. A nagymama az sokkal engedékenyebb volt ezek szerint, hát vagy pedig egy nagymama? Egy nagymama az egy nagymama volt, tehát ő mellett én azt csináltam, amit akartam. Tehát ezt hozzá is szoktam egy életem át általában, hogy azt csinálom, amit akarok, ezt a szokásomat meg is tartottam. De ugyanakkor, akkor nem éltem át, de most visszagondolva, hogy ugye világot cserélt az Iván,
Most én is történelem lettem azzal, hogy ott voltam 6 éves gyerekként, amikor született a kislány a zongoránál, és kicsit én is lettem, vagy a kicsit szomorkás a hangulatom máma, annak az a sora, hogy úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerekkinek elvették a játékát. Az én voltam, mert apukám éppen egy kórházból jött akkor haza, és vett nekem egy papírtrombitát, hogy ellensúlyozok azokat a napokat, amiket nem velem töltött. Odaadta a papírtrombitát, de hát neki dolgozni kellett. Megjött Nádas Gábor, és ugye meg kellett írni az Imádok férhez menni színdarabot. De hát akármit is csináltak, hogy Andra, menj ide, Andra, menj onnan, menj ki, menj el a zongora mellő. Én fújtam a trombitámat. És hát ugye, hogy jár ilyenkor, az ember elvették a trombitámat. És akkor rám néztek, és megírták, hogy kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Tehát egy kicsit történelem lettem már én ezzel, hogy ott voltam az Ivánnak a szobájában, amikor születtek a slágerek, és kicsit az a ház is, ahol lakom, egy történelmi helyi múzeum lett ezzel, hogy ott született a legtöbb magyar sláger a Rezső téren. Egyébként ez egy hihetetlen, hogy ilyen családba, ilyen emberek között nevelődni, és igen, fölhívni magadra a figyelmet. Próbáltad fölhívni magadra a figyelmet? Én az elején mindent akartam csinálni, csak ezt nem. Az az igazság, mert hogy nekem ez azt jelentette, hogy anyukám színházban van este, az Iván meg egész éjszaka dolgozik a mellettem levő szobába, és nekem másnap reggel iskolába kellett mennem, tehát nekem aludni kellett volna. Tehát bevallom, jól éreztem magam, hogy én előbb voltam színházban, mint más gyerek a játszótéren, de ezzel együtt én mást akartam, ezért is elmentem filozófia angol szakra, és ugye pszichológus lettem, méghozzá elég jó, írtam egy könyvet, ami ma is tankönyv az egyetemen, doktoráltam belőle, tehát nagyon mást akartam, csak valahogy a televízió kapcsán mégiscsak visszakanyarodtam ehhez, és ami különlegesen érdekes, és apám halála után most én lettem ő is. Tehát most aztán ezt csinálom. Mert egészen addig, amíg ő élt, amikor ültem a televíziós vágószobában, és zenei rész volt, akkor tudtam, hogy kimehetek telefonálni. Tehát azokat mindig ő csinálta. Tehát én sosem foglalkoztam ezzel, és most ezt is én csinálom. Tehát valahogy, vagy a sorsát az ember úgy nem kerülheti ki. De ami még különösen érdekes, és a családomról kérdeztél, és el akarom mondani, mert én is most jöttem rá, hogy az Iván apukája, akit már én sem ismertem sajnos, de őt is csak 11 éves koráig nevelte, hisz meghalt, Szenes Andor, az ő 30-as éveknek volt az egyik legnépszerűbb dalköltője, nevéhez fűződnek olyan dalok, mint például a Ma önről álmodtam meg én, vagy az Ott fogsz majd sírni, és hogy hát ő is ennek a családnak a saj, és én ő után, ő Szenes Andor, és én a Szenes Andrea nevet ő utána kaptam. És igazából, hogy őt nem ismertem, és most már mind a ketten halottak, most jövök rá, hogy ő mennyire közel áll hozzám. Vagy apukám mindig mondta, hogy az ő apja mennyivel tehetségesebb volt. Én is azt mondom, hogy az én apám mennyivel tehetségesebb, de egyébként azért nyomjuk mind a igen, ketten. Ez a névkötele, ez egy nagyon-nagyon nagy teher lehet. Lehet, hogy ezért választottad a pszichológiát egyébként? Én nem. Inkább amiatt, hogy nagyon komplikáltan éltünk. Ugye ott élt apukám anyukája, az én anyukám, aki egy nagyon határozott, kemény nő volt, és ugye apám, aki nagyon-nagyon munkacentrikus volt, de hát ő hagyta történni a dolgokat, ő utált dönteni. Ezért úgy minden helyzet úgy nyitott volt, és akkor azt gondoltam, hogy valami más csináljunk. Inkább így a saját helyzetem keresése véget. Az engem sosem zavart, hogy a név kötelez. Tehát valahogy én mindig jól tanultam, nyertem matematika versenyt, tanulmányi versenyt, tehát valahogy úgy nem volt bennem egy ilyen, meg lány vagyok, ez a másik, és engem az apám úgy szeretett és úgy kényeztetett, mint soha senki más nem fog sosem. Tehát ebben az értelemben nekem nem volt egy nyomás ez. Apukád halálával teljesen megváltozott az életed. Hú, nagyon. Nem is számítottál rá. Nem. Arra nem számítottam, hogy egy másik ember, tehát hogy egy külön foglalkozás lesz. Tehát azt tudtam, hogy borzalmas lesz a válás, mert nagyon közel éltünk egymáshoz, és ugye az élet úgy hozta, hogy együtt is laktunk az utolsó 6 évében. Tehát egy nagyon különleges kapcsolat volt a miénk, de arra nem számítottam, hogy a halála után nekem kell vinni a jogdíjakat, a színdarabokat, tulajdonképpen a hagyományt. De hát mondjuk sok mindent is csináltunk, ugye kiadtunk 13 DVD-t, kiadtunk egy búcsú CD-t, ugye halála után bementem a stúdióba, és értem egyik sikerének tekintem, hogy első zenei munkám rögtön platina lemez lett, meg elnyertem vele az Arany Mikrofon díjat, tehát az év szórakoztató albuma lett a Hosszú az a nap, Iván személyes búcsúja albuma, ami azért különleges, mert a tévéfelvételekből, hogy én nagyon sokat csináltam ilyen műsorokat, mint amelyet most veled csinálunk, csak én ültem azon az oldalon. A mondatait összevágtam.